Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, nyitott érzelmekről beszélni. Hogyan alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetre ez a mesebeli kártya utal. Tulajdonképpen a gombák lehetnek mérgező gombák is. De látható, hogy ez a madár itt kóstolgatja a gombákat, tehát nem mérgező, hanem szimbolizálja a szerencsét. Szerencséd lesz a szerelmi dolgokat illetően. Vagy neki lesz szerencséje, hogy te szóba állsz vele. Hogyan alakulnak a dolgok? Erre utalnak a következő kártyák. Itt látható, hogy ő lépéseket fog tenni irányodba. Tulajdonképpen a kezébe vehetné ezt a botot, ami itt a háta mögött látható. És ez a bot utal a tűz elemére. Az jelenti a mozgást, a lelkesedést, a bátorságot, a testi kapcsolatot is, de ő másképp viszonyul most hozzád. Nem a bottal irányítja az eseményeket, hanem a kezében van ez a növény, vagy ez a virág. És ezt olyan finoman veszi a kezébe, és ilyen finom érzésekkel fog közeledni hozzád. És itt kivirágzik valami. Ez a kép is nagyon érdekes. Ő felül erre a lóra. Irányítja az eseményeket, közeledik hozzád. Nem jön üres kézzel, hanem átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Ha megnézzük ezt a képet, akkor látható itt a háttérben egy férfi, aki integet. És itt van egy nő is. Ez a férfi jelentheti azt, hogy elbúcsúzik tőle, tehát lezárnak egy baráti kapcsolatot, de amit ez az integető férfi itt a háttérben jelenthet, hogy köszönti ezt a hölgyet. Amit még láthatunk a képen, olyan, mintha a lónak a lába elrúgná ezt a nőt. Ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig arra utal, hogy a te lelki társad lezárja a múltját. És ez a hölgy a volt felesége, vagy a volt barátnője integet ennek a férfinek, tehát megismerkedett valakivel. Itt látható a hold, és az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és te jelensz meg itt az ő álmaiban. Itt van köztetek egy lelki kapcsolat, mély érzelmekkel. Itt ez a növény szimbolizálja a változásokat. Tehát itt változik valami a közeljövőben, ami kettőtöket, ami ezt a szerelmet illeti. Itt a háttérben látható ez a sárkány, ami utal a félelmekre, a bizonytalanságokra, de ő kimutatja itt a bátorságát,
és győz a félelmei felett. Itt a 8-as szám utal ugyan még egy kis húzavonára, tegyem vagy ne tegyem, hogyan tovább. Itt vannak még kicsit bizonytalanságok. Lehet, hogy nem az ő részéről, hanem a te részedről. Itt lesznek megújulások vagy változások, hiszen látható a képen, hogy itt ez a béka megváltozik. És ebből a békából lesz ez a férfi. Kimutatja férfiasságát, kimutatja az érzelmeit. Minden úgy történik, mint a mesében, hiszen itt van ez a mesebeli herceg melletted, és ez jelenti az ő érzelmeit, ezt a közelséget, és ilyen nyitott érzelmekkel közeledik hozzád, sok minden változik most a napokban, vagy a közeljövőben. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!